Idén augusztus 29-én tartjuk meg, tehát hagyományosan augusztus utolsó hétvégének szombatján a Hungexpo területén a nagy keresés napját. Tavaly 12 ezeren voltak, én remélem, hogy idén legalább 20 ezeren lesznek. Ami változott a tavalyi évhez képest, hogy tavaly délelőtt kerestünk egy lakáskulcsot, egy budapesti garzonörök lakásnak a kulcsát. Ugye itt volt a ma a sajtótájékoztató Rózsa Ágnes, egy óvoda pedagógus, az óvodanő nyerte meg. Itt volt és lehetett vele találkozni, élőben meg lehetett fogni a kezét, hogy igen, ő az, akinek ma van egy lakása nevén, a tulajdona, és semmit nem kell utána fizetni. Tavaly is volt két zenekarral nagyon szép fellépésünk a színpadon, de idén valóban egy igazi családi nappá szeretnénk tenni. Tehát azt reméljük, hogy 15-20 ezer ember eljön, hozzák a gyerekeket is, tehát az igazi különlegessége a plusza az idei évnek, hogy reggel egy kis föld gömkeresésével kezdhetik, akik részt akarnak menni a vetélkedő részében is, és ez egy kétszemélyes luxusutazást fog jelenteni. Majd egy zenei fesztiválként, vagy 8 magyar zenekar és énekesek fognak egész nap bemutatkozni a rendezvény színpadán, míg az F pavilonban közel 3000 négyzetméteren egy gyerekvilág csodálosság kiállítás lesz, játékokkal játszhatnak, minden térítésmentes, tehát ugye semmiért nem kell fizetni, és ezt követően délután tartjuk, a záró akkordja lesz ennek a családi napnak, és egy zenei fesztiválnak a záró akkordja lesz a kulcskeresés, ami olyan 3 óra magasságában fog elindulni, vagy 3:30 körül, és tart, ameddig tart, és ismét egy örök lakás kulcsárat lehet az idejében megnyerni. Az üzleti klubunk ma 16 kiemelte az üzleti életkielet szereplője állt a rendezvény mögé. Talán különlegesség azért ennek a rendezvénynek az is, hogy nem szponzorokról van szó, hanem hogy 16 márka összeállt annak érdekében, hogy a partnereinek, a potenciális partnereinek, a munkatársainak, a dolgozóinak csináljon augusztus egy nyárbúcsúztató nagy bulit, és ezek ott érezzék nagyon jól magukat, és valaki egy-két embernek, aki egy utazást vagy egy lakás, ilyen bebizonyítja, hogy a csodáik el is léteznek, és nagyon sok embernek pedig álmokat szőjön. Hogyha idén nem sikerült, nekem majd sikerül jövőre, remélem, hogy nagyon sokan lesznek még.